Egészségügyisek jogviszonya, március 1-e a határidő. Befejezték légkábel rekonstrukció a hármason. Környezetvédelmi akció, hulladékgyűjtés az északnyugati város részen. És a nap további fontos hírei február 26-án, pénteken. Jó estét kívánok, az aktuális látják, már is kezdünk. Ismét kötelező maszkot viselni Gyöngyös közterületein. A járvány terjedésének megfékezése érdekében február 27-től, azaz szombattól ismét kötelező maszkot viselni a városhoz tartozó közigazgatási területen lévő épített területeken, Gyöngyösön, Farkasmájban, Mátrafüreden, Sástón, Mátraházán és Kékestetőn. Maszkot kell viselni a piacokon is, anélkül tartózkodni csak a parkokban, a zöld területeken, az erdőben és sporttevékenység közben lehet. A helyi rendelet előírásai összhangban vannak a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendelet előírásaival, olvasható az önkormányzat weboldalán. Március 1-e a határidő, eddig kell aláírniuk az állami vagy önkormányzati egészségügyi szolgáltatónál dolgozóknak az új munkaszerződésüket. A Független Egészségügyi Szakszervezet szerint ma már többen döntöttek az elfogadás mellett, pedig egy januári felmérésben még a nyilatkozó orvosok 77%-a úgy gondolta, nem írja alá a szerződést. A szakszervezet elnöke azt mondta, nő az aláírási hajlandóság, de szerintük a szerződés több hibát is tartalmaz. Az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésével mind az orvosok, mind a szakdolgozók és az egészségügyben dolgozók átláthatóbb, egyértelműbb, tervezhetőbb feltételek között végezhetik munkájukat. Mégis sokan nyilatkoztak úgy egy korábbi felmérésben, hogy nem írják alá az új munkaszerződést. Ezeket eredetileg február 28-a éjfélig kellett volna megtenniük az egészségügyi dolgozóknak, ám az Országos Kórházi Főigazgatóság a határidőt március 1-ig meghosszabbította. Aki aláírja a szerződést, annak megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya, helyébe a sokat vitatott új egészségügyi szolgálati jogviszony lép. A Független Egészségügyi Szakszervezet szerint még mindig nem kapta készhez mindenki az új munkaszerződést. Ezek nem egységesek, van, ahol fontos információk hiányoznak belőle, akár a besorolásra vonatkozóan, akár a szolgálati idő figyelembevételére, a pótlékok esetleg nincsenek megfelelően föltüntetve. Ez egy komoly probléma. Ezért azt javasolják, hogy aki hiányosságot, problémát talál a szerződésben, jelezze a munkáltatójánál. Bár az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó törvényt már tavaly októberben elfogadta az országgyűlés, azóta számos módosításon esett át, ezért sokakban nagy a bizonytalanság. A szakszervezet.hu oldalon egy debreceni rezidens nyilatkozik, aki azért nem írja alá a szerződést, mert szerinte sok a jogbizonytalanság és gyorsan kell dönteniük. A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint van egy réteg, amelynek sikerült magasabb ügyeleti díjakat kialkudnia. Most a megemelt díjak egyes szakmákban, például a traumatológusoknál, illetve adott esetben az intenzív osztályon viszont nem érték el a más szakterületeken kialkudott magasabb ügyeleti díjakat. Ez jelentette a feszültséget. Az egyeztetéseknek köszönhetően több kérdésben sikerült megállapodniuk a feleknek. Sikerült elérni, hogy jogszabályba rögzítésre került, hogy senkinek nem lehet a keresete a szakdolgozói körben, műszaki gazdasági területen sem kevesebb, mint ami az előző évvégi munkaszerződések alapján megillette őket, tehát nem járhatnak rosszabbul. Ezzel azonban még nem fejezte be az érdekvédelmi munkát a szakszervezet. Továbbra is úgy gondolják, hogy bár egyes területen nőtt az alapbér, megilletné a többi egészségügyi dolgozót is a béremelés. A szakszervezet elnöke azt mondta, a nem megfelelő munkakörülmények, a három műszakos munkarend és a járvány miatti frusztráció miatt is szükség lenne arra, hogy elégedettek legyenek, és ne akarjanak pályát módosítani. Fontos, hogy csökkentsék a dolgozók közötti bérfeszültségeket. A kérdéses pontok tisztázása után a szakszervezet is nyugodtabban javasolja a szerződés aláírását, és tovább fog dolgozni az érdekképviseleten, tette hozzá az elnök. Több helyi vállalkozó támogatja a Bugát Pál Kórház alapítványát. Az intézmény közleményben számolt be arról, hogy számláján sorra jelennek meg a befizetések. A támogatásokból a tervek szerint eszközbeszerzéseket és továbbképzéseket finanszírozhat a kórház. A Bugát Pál Kórház alapítványi számláján sorra jelennek meg a helyi vállalkozóktól érkező befizetések, áll az intézmény közleményében.
A kórház alapítványa több mint 20 éve működik, és minden évben milliókkal támogatják a gyógyító munkát. Kisebb eszközök vásárlására, szakmai továbbképzésekre, tehát csak kizárólag gyógyító célra használunk minden utolsó forintot is. Előházi János hozzátette, a pandémia idején eddig is sokan támogatták a kórház alapítványát, és azt reméli, hogy hamarosan a személyi jövedelemadó 1%-ára is számíthatnak. Meghatározó összeget jelent nekünk az egy százalékos felajánlás, és ebből nagyon komolyan tudunk gazdálkodni minden évben. A kuratórium elnöke hangsúlyozza, hogy minden felajánlás a gyógyító munkát segíti a Gyöngyösi Kórházban. Légvezetékeket cseréltek a 3-as számú főúton Gyöngyös közelében. Egy rövid szakaszon fél órás teljes útzár volt érvényben a munkálatok ideje alatt. A munkálatokat egy villamos hálózatépítő cég végezte, amely most a 60 és Gyöngyös közötti utolsó, mintegy 1 kilométeres szakaszon végzett befejező munkát. A lezárás idejére a forgalmat Nagyréde irányába terelték. Éppen földelik a régi vezetékeket, majd áramtalanítják és levágják azokat a szakemberek. Befejező szakaszához ért a 60 és Gyöngyös közötti szakasz 20 kV-os távvezeték rekonstrukciója, melynek utolsó részét a 3-as számú főút felett végezték. Ennek a rekonstrukciója nagy része már lezajlott, most egy ilyen kvázi záró szakasznak a egyik munkálata folyik. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy itt a 3-as út fölött van egy átkötés, ez a főiskolától indul ez a vezeték, és itt, ahogy látjuk mögöttünk, ezen a feszítő oszlopon ér véget. A munkálatok idejére egy rövid szakaszon fél órás teljes útzár volt érvényben. Erre azért volt szükség, mert a kábelek áthúzása rendkívül balesetveszélyes, mondta el a cég műszaki vezetője. Rendkívül veszélyes a munkafolyamat, gyakorlatilag eleve ugye a vezetékeknek a keresztül húzása, felfeszítése is az útesten történik, és hát kézzel történik az átfeszítés, áthúzás, és akkor kötéllel pedig felhúzzák az oszlop végekre és ráfeszítik. Az utolsó 1,1 kilométeres szakasz tavaly kezdték el felújítani. Erre azért volt szükség, mert az eddigi áramerősség most megnövekszik, árult el Vő Kristóf. Ezen a távvezetéken nagyobb energia átvitelt fog történni, és a jelenlegi vezetékek ezt a nagyobb energiaátvitelt nem képesek kiszolgálni, tehát itt egy nagyobb átmérőjű, nagyobb kapacitású sodronnyal lesz kicserélve a jelenlegi vezeték. A lezárás idejére a forgalmat Nagyréde irányába terelte a rendőrség. Hulladékgyűjtő akciót szervezett Gyöngyös önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Víg utcában felállított 2 darab 5 köbméteres konténer hamar megtelt. A hulladék mozgatása miatt az önkormányzat patkányírtást is szervezett a területen. Gyorsan telnek a zsákok és a kihelyezett konténerek a Víg utcában. Bár itt akár 300 köbméter szemetet is össze lehetne gyűjteni, a program keretében most 2 darab 5 köbméteres konténert helyeztek ki. A konténerek már majdnem megteltek, de csak hétfőn szállítják el azokat, és a veszélyes hulladékon kívül bármit bele lehet még tenni. A környezetvédelmi akciót a Város és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület közösen valósítja meg egy pályázat keretében. Mint ahogy azt a projekt szakmai vezetője elmondta, ezek az akciók csak felhívják a figyelmet a problémára, teljes mélységében azonban nem oldják meg azt. Ez egy nagyon összetett probléma igazából, minden romatelep van, ez egy előforduló nehézség. Egyrészt nyilván most például, ahogy végigmentem itt az utcákon, panaszkodtak is az emberek, hogy nem volt kinn a kukásautó, és eleve a hulladék, a lakossági hulladék is időről időre így összegyűlik. Nyilván egyrészt az életmódjukból is adódik, de azt gondolom, hogy nem csak telepi emberek, akik újra termelik a szemetet. Az északnyugati városrészen szervezett hulladékgyűjtéshez kapcsolódva az önkormányzat megrendelésére a Fuvaros és Verő utca csatornáiba patkányírtószert helyeztek ki. Márciusban a tavaszi hagyományos patkányírtás során a most kimaradt utcákkal fogják folytatni. A napokban kapják meg a határozatot a gépjármű tulajdonosok az idén fizetendő adójukról. A korábbi évektől eltérően már nem a helyileg illetékes önkormányzat küldi a tájékoztatást, hanem a Magyar Posta kézbesíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal megbízásából. Ez a gépjármű tulajdonosokat nem érinti, plusz teendőjük nincs. A
Az adó első részletét április 15-éig, a másodikat szeptember 15-éig kell befizetni. Országosan mintegy 3 millió 200 ezer főt érint a gépjárműadó. Ennyien kapnak a postástól személyesen átvehető hivatalos iratot, amit a címzett vagy a meghatalmazottja vehet át. Sikertelen kézbesítés esetén a levelet 5+5 napig őrzi a posta, ennek lejárta után visszaküldi a feladóhoz. A gépjárműadó első részletét március 15-e helyett idén április 15-éig kell befizetni, a második részletet pedig szeptember 15-éig. A befizetéskor az átutalási bizonylat közlemény rovatába először az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, majd a gépjármű rendszámát. Nagyon fontos ezeknek az adatoknak a megadása, mivel hogyha ez elmarad, akkor a NAV nem vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. Aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett, az fizethet banki átutalással, a levélhez mellékelt csekken, vagy az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren, de akár az ügyfélszolgálatokon is bankkártyával. Ha valaki elveszíti a csekket, akkor újat a NAV ügyfélszolgálatán kérhet. A 2020. december 31-én meglévő adómentességeket és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV automatikusan figyelembe vette az adó kivetésénél. Ezért ezt nem kell újból bejelenteni. A 2021. január 1-től keletkezett, módosult és bejelentett mentességek nyilvántartásba vételéről a NAV nem küld külön határozatot. A sajtóreferens kiemelte, a gépjárműadó befizetésével érdemes várni a határozat átvételéig, mivel abban szerepelnek a pontos információk. Az NB3-as bajnokságban szereplő Gyak felnőtt labdarúgói vasárnap kezdik meg a tavaszi szezont. A Gyak a Labanc Róberttal és Horváth Péter kapusedzővel megújult szakmai stáb irányításával a felkészülés alatt sok munkát végzett el, és 9 előkészületi mérkőzéssel tréningezett a Cegléd elleni nyitányra. A játékos keret jelentősen nem változott. A kapuban Halasi Ádám tért vissza 60-ból, a mezőnyben Németh Szabolcs is új fiúnak számít, ezzel szemben Májer és Gazdag távozott a klubtól. Az első mérkőzés az mindig ugye hangulatilag fontos, ugye, hogy az elvégzett munkában higgyünk továbbra is, ugye játékosok is, edzők is, vezetők is, mindenki, tehát azért fontos mindig az első mérkőzés, hogy ki az ellenfél, hogy nehéz, nem nehéz, ez mindig utólag derül ki. Megpróbáltunk felkészülni a télen, úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez képest ideális feltételek mellett tudtunk készülni, elvégeztük azt a munkát, amit terveztünk, és bízunk benne, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy bent maradjon a csapat. A Gyak játékos keretében eddig is igyekezett sok saját nevelésű fiatalnak lehetőséget adni. Ezúttal a szakmai stábról is elmondható, hogy saját nevelésű egykori gyöngyösi játékosokból áll. A kapusok munkájáért és jó formájáért Horváth Péter felel. Kíváncsiak voltunk, ő hogyan látja a tavaszi sorozat esélyeit. Én mindig örülök annak, hogyha ilyen helyi kvalitású edzők szerepet vállalnak és szerepet kaphatnak, mint Robi is, vagy akár Gabó is itt a végén. Én azt mondom, hogy az ősz alapján és a srácokat, ahogy így ismerve, meg az elmondások alapján, én azt mondom, hogy van reális esély benn maradni a csapatnak az NB3-ba. Kell egy olyan hasonló játék és felfogás, mint itt az utolsó hetekben volt, és nem lesz könnyű, mert itt minden mérkőzés nehéz, de hát szerintem ezt nagyon sok helyen el lehet mondani. Kevés az a nagyon jó csapat, akinek könnyű mérkőzései vannak. Úgyhogy, ha mindenki oda teszi magát, én úgy gondolom, ez abszolválható. A felkészülés során a játékosok is optimistán nyilatkoztak a tavaszi szereplés reményeiről és esélyeiről. Én úgy gondolom, ha az utolsó 3 mérkőzésből indulunk ki, akkor nagyon nagy esélyünk van arra, hogy bennmaradjunk, és ha azzal a felfogással és akarattal és küzdelemmel csináljuk végig ezt az egész szezont, akkor sima a bennmaradás. A vasárnap 14 órakor kezdődő mérkőzést a szabályok értelmében zárt kapus eseményként lehet majd megrendezni. A klub YouTube vonalon élőben teszi lehetővé a mérkőzés folyamatos nyomon követését. Márciusra meghosszabbítja a kormány az ágazati bértámogatási rendszert, így a következő hónapban is fizetéshez juthatnak azok a munkavállalók, akik a járvány miatt nehéz helyzetbe került szektorokban dolgoznak.
mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Sanda Tamás kiemelte, a támogatásokat már március első napjaiban folyósítják. Ismét megugrott a munkanélküliség. Januárban több mint 50 ezer fővel csökkent a munkában lévő magyarok száma. A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 21 ezer fővel nőtt, miközben a közfoglalkoztatottaké 10 ezer fővel, a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjai pedig 36 ezer fővel csökkent. Most jönnek a legfontosabbak, még egyszer, röviden. Egészségügyisek jogviszonya, március 1-e a határidő. Befejezték légkábel rekonstrukció a hármason. Környezetvédelmi akció, hulladékgyűjtés az északnyugati város részen. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális pénteken. Hétvégén is várom majd Önöket a Tallózóval, heti hír összefoglalónkkal, aztán hétfőn friss hírekkel jelentkezünk majd. Híreinket megtalálják a www.gyöngyöstv.hu oldalon, YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is. Minden jót, kellemes hétvégét, a viszontlátásra! We'll be right back.